Sziasztok, szifonosok! Folytatjuk az Apple Watch bemutató videósorozatunkat, és ebben a részben a digitális koronáról és a főgombról fogunk egy kicsit többet beszélni, hogy milyen funkciókat tudunk ezekkel elérni, illetve ahogy az együttes megnyomásokkal milyen extra dolgokat érhetünk el. Beszélgessünk akkor a digitális koronáról elsőként. Hát a digitális korona szolgál egyrészt ugye a scrollozásra, illetve ezzel tudjuk akár felébreszteni a készüléket, illetve kilépni az alkalmazásokból. Ugye lényegében ez olyasmi, mint az iPhone-on a home gomb. Mi van akkor, hogyha kétszer nyomjuk meg? Ha kétszer nyomjuk meg, akkor a legutóbb használt alkalmazásba ugrik át. És ha egyszer, akkor pedig ugye kilépünk. Igen. Home gombként szolgál. Mi a helyzet a főgombbal? A főgombot, hogyha egyszer megnyomjuk, akkor előjön a kedvencek, hát ugye a kedvenc ismerőseink, akikkel leggyakrabban tartjuk a kapcsolatot. Ugye ez beállítható az Apple Watch alkalmazáson belül. És ugye... Ha kétszer nyomjuk meg, akkor működne az Apple Pay, viszont jelenleg ilyen kártyával mi nem rendelkezünk itt, és hát Magyarországon amúgy sem működik ez. Oké, és ugye ez egyszerre a kettőt? Ha egyszer a kettőt, akkor tudunk screenshotot készíteni. Egyébként ilyenkor meg is harapdál minket az óra. Nagyon rondán néz ki amúgy a screenshot. Tehát így az iPhone-on katasztrófa. Hát mert ugye itt nincsen kerete, szóval eléggé. Pedig a sokkal van. Szebb lenne, hogyha kerettet betenni egy keretbe automatikusan. És nem. De nem, az azért nem, mert ugye a például fejlesztők... A grafikusoknak ez könnyebb, így van, igen. Így. Oké, és... És hogyha hosszan nyomjuk... Ha hosszan nyomjuk, akkor ugye ki lehet kapcsolni egy csúszkával, mint az iPhone-on a készüléket, vagy berakhatjuk ebbe az energiatakarékos módba is, amikor is az óra okos funkcióit teljesen elveszti, és csak ilyen zöld számokkal mutatja az időt. Elvileg, amikor én reggel levettem töltőről, és megnéztem, hogy mennyit bír ezzel a móddal, azt mondta, hogy közel 2 napot. Aha, tehát hogy a full-on fel van töltve, akár egy 3-5 napot. 72 órát ír rá az Apple. De ennek én nem látom túl sok értelmét, mert azt hogy lehet ebből kérni? Amúgy... Szerintem reszetelni kell. Igen, igen. Tehát ebből... Nem, hosszan megnyomtad, és akkor jó. Hogyha hosszan megnyomjuk a... Vagy a igen, tehát főgombot? Hogyha a főgombot hosszan megnyomjuk, akkor ki tudunk belőle lépni. És ezáltal egy laza 70 másodperces újraindítást kapunk. Közben egyébként, hogyha megnyomjuk a gombot hosszan, akkor még egy log device is van azoknál, akik beállítottak QR kódot az órájukra. Akiknél nincs, ott nyilván ez nem jelenik meg. Persze ezt, ha elhúzzuk, akkor elizárja. Ott fölül már látszik a kis lakat, és be akarnánk lépni, akkor már írhatjuk is be a QR kódot. Az Apple Watch-ot fel tudjuk oldani mind a QR kóddal, mind pedig azzal, hogy a telefon oldjuk fel, és az feloldja az Apple Watch zárolását is. Illetve mi van akkor, hogyha kezeden van és leveszed? Akkor automatikusan lezár. Így van, tehát hogy ugye nem érzékeli a bőrödet és rögtön lezár az Apple Watch. Igen. A digitális koronát hosszan megnyomva, kedvenc személyi asszisztensünket Siri-t tudjuk előhozni. A két gombot egyszerre hosszan 10 másodpercig megnyomva tudjuk a készüléket hard resetelni, ahogyan azt az iPhone esetében is néha szükséges megtenni, ha valamiért beakad a rendszer. Ezt most nem szeretnénk demonstrálni, mert még egy percet nem szeretnénk várni az órára. Így lényegében erről szólt ez a videónk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.